Köszöntöm Önöket, kezdődik a napszemle, mutatjuk a fontosabb témákat. Kelemen Hunor kampányban elhangzott követeléseinek alátámasztásáért fontos, hogy a magyarság nagy számban vegyen részt a választáson. Igényelhető a fűtéstámogatás, nem változtak a feltételek és a kérvényezés módja sem. Felújították a ditrói Szent Anna forrást, rendezett környezet várja az odalátogatókat. Bizalmat szavazott a parlament a Ludovik Orbán vezette kormánynak. A hivatalos végeredmény szerint a 465 törvényhozóból 240-en voltak jelen, ugyanennyi volt az érvényes szavazatok száma is, ennyien szavaztak az Orbán kormány támogatására. A politikailag egyszínű, kizárólag a Nemzeti Liberális Párt politikusaiból és független szakértőkből álló 18 tagú új kabinetnek az eddig ellenzékben lévő jobb-közép pártok, az RMDS, a Nemzeti Kisebbségi Frakció törvényhozói szavaztak bizalmat, de néhány baloldali törvényhozótól is kapott támogatást. Államelnököt választ az ország vasárnap. A magyarok képviseletében Kelemen Hunor RMDS elnök szállt versenybe. A kampányban elhangzott követeléseinek alátámasztásáért fontos, hogy a magyarság nagy számban vegyen részt a választáson, mondják a szervezet helyi vezetői. Végéhez közeledik a választási kampány. Vasárnap az urnák elé szólítják a lakosságot, hogy szavazzon arra a jelöltre, akit leginkább megfelelőnek lát. A magyarságra is feladat hárul. Jelenlétével, szavazataival adjon súlyt mindannak, amit Kelemen Hunor államelnök jelölt a kampányban hangoztatott. Az idei kampánynak a fő mottoja tisztelet, a respekt volt, és Kelemen Hunor államelnök jelölt a tiszteletről beszélt mindenhol az országban, ahova el tudott menni. Úgy gondolom, hogy ha sokan elmegyünk választani november 10-én, és megmutatjuk azt, hogy mennyi magyar van, aki a tiszteletet kéri a románságtól, Romániától, azzal jelezzük azt, hogy igenis ezt komolyan gondoljuk, és ez egy létező probléma, hiszen több helyről az jön vissza, hogy a tisztelet hiánya miatt mennyi atrocitásban van részünk, akár zászlóügyben, akár magyar feliratok ügyében. Ezért nagyon fontos, hogy minél többen legyünk ott a választásokkor, nem tudjuk valószínűleg ezt a választást megnyerni természetesen. Viszont ezáltal jelezni fogjuk, hogy hányan vagyunk azok, magyarok, akik követeljük, kérjük, hogy tisztelettel viseltessék a magyarság iránt. A magyar jelölt esélye a győzelemre elég alacsony. Viszont a kampányban részt venni fontos volt, hiszen ez jó alkalom, hogy a kisebbség elvárásainak hangot adjunk. Vasárnap azonban a kisebbségre is szükség van. Szavazataival kell alátámasztania mindazt, ami a kampányban elhangzott. Én úgy fogalmaznék, hogy nyertes esélyünk van olyan szempontból, hogy meg tudjuk mutatni és be tudjuk bizonyítani, és sőt, be is kell bizonyítsuk azt, hogy minden választáson azok az emberek, akik nevében beszélünk, akik nevében dolgozunk a parlamentben, önkormányzatokban, megyei és helyi önkormányzatokban, illetve az Európai Parlamentben, azok az emberek mellettünk állnak, és nem szóbeszéd az egész. Fontos és becsület kérdése a magyarságnak az, hogy minden megmérettetésen, minden politikai választáson ott legyünk, hangunkat hallassuk, elképzeléseinket elmondjuk, és utána a szavazók bebizonyítsák azt, hogy velünk egyetértenek, bebizonyítsák azt, hogy nem potyára beszélünk, hogy mi létezünk itt Erdélyben, hogy mi létezünk itt Romániában és Székelyföldön, és föntétlen fontos az, hogy elmenjenek, ezt szavazataikkal is be kell valamilyen formában nekünk bizonyítani. A szavazókörzetek változatlanok, mindenki ott adhatja le majd voksát, ahol eddig. Első olvasatban tárgyalta tegnap a kormány a minimálbér emeléséről szóló jogszabályt. Ennek értelmében január 1-től 2262 lej lenne a középfokú végzettséggel rendelkezők és 2620 lej a felsőfokú végzettséggel rendelkezők minimálbére.
Viorica Dăncilă, távozó kormányfő, az ülés elején kifejtette, hogy a projekt kapcsán konzultációkat folytatott a munkaadók és a szakszervezetek képviselőivel, és társadalmilag helyesnek és igazságosnak találja ezt az intézkedést. Fűtéstámogatást igényelhetnek a gyergyószentmiklósi lakók. A jogosultság feltételei nem változtak, és az igénylés módja is ugyanaz maradt, mint az előző évben. Gyergyószentmiklóson október 7-től igényelhető a fűtéstámogatás a 2019. november 1-e és 2020. március 31-e közötti fűtésidényre. A tavalyi idényhez képest az igénylési feltételek nem változtak. Aki egész idényre szeretne fűtéstámogatást kapni, annak november 20-áig le kell tennie az iratcsomót. A tavalyhoz képest az igénylési kritériumok nem változtak. Mindazon személyek, illetve családok, akik a lakás fűtését távhővel, villamos energiával, fával oldják meg, és az F-főre eső jövedelem 750 lej alatt van, igényelhetik a fűtéstámogatás, illetve távhő esetén 786 lej az egyfőre eső jövedelem. Az igényléseket a Szociális Igazgatóság székhelyén, Kárpátok utca 7 szám alatt nyújthatják be, hétköznapokon minden nap 9 és 15 óra között, illetve szerdai nap 10 óra és délután 6 óra között várjuk az igénylőket. Akik egyedül élnek, azoknál távfűtés esetén a jövedelem legtöbb 1082 lej lehet. Az egyéb fűtés kategóriáknál változatlanul 750 lej a felső küszöb számukra is. Az igénylő nem kap támogatást, ha 10 évnél fiatalabb személygépkocsi, motorkerékpár vagy két, esetleg több 10 évnél idősebb személygépkocsi, motorkerékpár van a tulajdonában. A jogszabály kitér a mezőgazdasági gépekre is, és 3000 lejnél nagyobb összegű banki betét tulajdonosa sem kaphat támogatást. Továbbá, akinek 1000 négyzetméternél nagyobb belterülete van városon, illetve 2000 négyzetméternél nagyobb belterülete van falun, nem jogosult a fűtés támogatásra. Az iratcsomók összeállítása most is egyszerű. A kérés mellé, amit itt az osztályon lehet kitölteni, illetve innen kell elvenni. Nagyon fontos, hogy csatolják mellé a családot, igazoló aktákat, illetve a jövedelem igazoló aktákat. A procedúra a tavalyi évhez képest nem változott. A Szociális Igazgatóság mindent megtesz annak érdekében, hogy a fogyasztók, kérelmezők minél kevesebb terhet vigyenek. Belső procedúra alapján oldják meg a mezőgazdasági, illetve a pénzügyi osztályról az igazolásoknak a beszerzését. Az elmúlt idényben összesen 581 fűtéstámogatási igénylést nyújtottak be a gyergyószentmiklósiak. Ebből 352-t távfűtésre, 207-et fafűtésre, 18-at gázzal működő fűtésre, 4-et pedig elektromos fűtésre. Leggyakoribb kizáró ok a gépjármű kora, valamint a 3000 lejt meghaladó banki letét volt. A Richter skála szerinti 2,7-es erősségű földrengés volt kedd éjjel 1 óra 47 perckor Hargita megyében. 90 kilométeres mélységben történt a földmozgás, Brassótól 66 kilométerre. Az Országos Földfizikai Intézet további három földrengést jelentett Vráncsáltemes és Buzó megyében. Felújították a ditrói Szent Anna forrást, mely igen népszerű a helybéliek körében. A forrás és környezete rendezett lett, azt remélik, így is marad még sokáig. A Szent Anna forrás Ditró legnépszerűbb és legismertebb forrása. Éppen ezért tartotta fontosnak az Orotva Egyesület felújítását, mely Hargita megye tanácsa és a helyi önkormányzat támogatásával valósulhatott meg. Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is több pályázatot tettünk le a megyei tanácshoz, Hargita megye tanácsához, és hát itt székelyruha csináltatást nyertünk, tűzoltóknak ruhákat, stb. És többek között a jelenlévő Szent Anna forrást is sikerült felújítani. Örülök, hogy a két intézmény között jó a kapcsolat, és így nagyon sok közös pályázatunk van, amelyet le tudunk bonyolítani.
A megyei tanács több mint 4000 lejjel, a helyi önkormányzat pedig 1000 lejjel támogatta a munkálatot. Megújult a Szent Anna forrás egy ditrói vállalkozó közreműködésével. Tudtunk itenni szemeteseket, asztalt, padot, és hát itt elvárnánk és elvárjuk és félhívjuk a lakosság figyelmét, hogy hát azért vigyázzunk rá, vigyázzunk, ez egy közvagyon, Ditró község tulajdona, és hogyha nem vigyázzunk rá, akkor nyilván felesleges volt a felújítás. Egy nagyon jó bővízi forrás, gyakorlatilag Ditróban, azt mondhatnánk, majdnem az egész település innen hordja magának az ivóvizet. A hely különlegessége a friss vízű forrás mellett az is, hogy innen indul a ditrói tanösvény, melyet rendszeresen látogatnak a helyi iskolások, de távolabbról is érkeznek kirándulók. Innen indul a ditró tanösvény, ezt pár évvel ezelőtt szintén Harita megye tanácsának közreműködésével tudtuk megpályázni. Ez egy 4,5 kilométeres hosszú turistaösvény, kifestett turistaösvény, amely az utászházhoz érkezik. Itt, amikor ezt megcsináltuk, elkészítettük, akkor megkértem volt az akkori iskola mindenkori 11. osztályát, hogy az ő feladatuk legyen ezt a tanösvényt mindig minden évben bejárni, újrafesteni, ha hibákat látnak jelezni, hogy tudjuk kijavítani. Itt több olyan stáció van, ahol köveket, növényeket és állatokat is lehet látni, és a legszebb pontja talán azt mondhatnánk a kilátó, amely a hegyes tetején van, az egész Gyerjómedence látszik innen. Hát egy kicsit a Szármányhegy kitakar belőle, de az egész Gyerjómedence látszik belőle. Aki végigjárja a turista ösvényt, az visszaérkezve megpihenhet a forrás mellett. A községvezető arra kér minden errejárót, óvják a környezetet és az új berendezéseket, hogy minél több ideig rendezett forrás fogadhassa az embereket. A munkaügyi minisztérium struktúrájának zsugorítását, illetve a nyugdíjak kifizetéséhez szükséges büdzsé helyzetét célzó komoly ellenőrzéseket vetít elő Violeta Alexandru új munkaügyi miniszter. Alexandru bejelentette ugyanakkor, hogy minél hamarabb létre fog hozni egy információs pontot a munkaügyi minisztérium székhelyének közelében, ahol az érdeklődők információkat kaphatnak és kérhetnek az intézmény által biztosított szolgáltatásokról. Negyedik alkalommal szervezték meg az Érmelléki Liba Fesztivált Szalacson. A rendezvény központi része ez alkalommal is a libából készült ételek versenye volt, de liba szépségversenyen és különböző családi programokon is részt vehettek az ide látogatók. Újra libák gágogásától volt hangos az érmelléki szalacs, ahol negyedik alkalommal szerveztek Liba Fesztivált a szárnyasok főszereplésével. Bár a kedvezőtlen időjárás átírta az előre eltervezett programot, a már hagyományosnak mondható főzőversenyt így is sikerült megtartani. A jó hangulatban eltöltött délelőtt során olyan étel különlegességek készültek el, mint a párolt lilakáposztás, sült libacomb, libatepertő vagy a bográcsban készült libapörkölt. Liba Fesztivál a neve azért, mert Szalacson valamikor, ha kimentünk a legelőre, akkor teljesen fehér volt, nem zöld, mivel tele volt libával. Most napjainkban is elég sok libát lehet találni kint a legelőn, talán már nem annyit, mint annak idején, jóval kevesebbet, viszont ennek ellenére van egy nagy hagyománya itt, hogy libát tartsanak az emberek, és ez adta is magát, hogyha már valamilyen főzőrendezvényt és valamilyen gyerekprogramot készítünk, akkor azt építsük a liba tartás köré. Míg a felnőttek az üstök körül szorgoskodtak, addig a legkisebbek egy játékos utazásra indultak, amely során a különböző kézműves foglalkozásokon libás motivumokkal díszített tárgyakat készíthettek, megismerhették Szent Márton életét, ugyanakkor a szervezők arra is külön odafigyeltek, hogy a játék és szórakozás mellett az újrahasznosítás fontosságára is felhívják a gyerekek figyelmét. Újrahasznosított papírból készítünk különböző tárgyakat, olyan tárgyakat, amelyeket a gyerekek nagyon szívesen készítenek Márton napra. Ezek például jelen pillanatban falidíszek, különböző festékanyagokkal kevert díszek, és a gyerekek nagyon élvezik, és nagyon hasznosnak tartják. A negyedik érmeléki Liba Fesztiválon liba simogató és liba szépségversenyt is szerveztek, a napot pedig késő estig tartó nótázással zárták.
Az Európai Unióban a nők átlagosan még mindig 16%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, közölte hétfőn az Európai Bizottság. A brüsszeli testület az Egyenlő Javadalmazás Európai Napja alkalmából adta ki a közleményt, amely idén november 4-ére esik. Ez minden évben azt a szimbolikus időpontot jelzi, amikortól úgy tekinthető, hogy a nők a férfi kollégáikkal összevetve már nem kapnak fizetést ugyanazért a munkáért. Ötödik alkalommal találkoztak a képregények szerelmesei Nagyváradon. A rendezvényre ez alkalommal nem csak a képregények megszállottjait várták, hanem arra törekedtek, hogy egyre szélesebb körben megismertessék és megkedveltessék az utóbbi években kicsit háttérbe kerülő képregényes világot a közönséggel. Nagyváradról, Szatmáról, Kolozsváról és Magyarországról 13 kiállító, közel 3000 képregénnyel érkezett a Nagyváradon 5. alkalommal megszervezett képregény találkozóra. Az idei évben a rendezvényt a Jig Gathering mottóval hirdették meg, de nem csak a képregények megszállottjait várták a kiállítással és vásárral egybekötött találkozóra, hanem azokat is, akik csak most kezdték el az ismerkedést a Marvel és DC univerzum jellegzetes karaktereivel. Ez az 5. alkalom, hogy itt Nagyváradon megszervezzük ezt a képregény találkozót, képregény kiállításnak, képregény találkozónak, képregény bőrzének szoktuk nevezni, kinek hogy tetszik. Megpróbálunk minden alkalommal egy picit nagyobb szabású rendezvényt létrehozni. Ez alkalommal mintegy 3000 képregény közül válogathatnak az érdeklődők, ezek közül van, amelyeket csak lapozgatni lehet, megcsodálni lehet, és van, amit lehet cserélgetni, vagy akár meg is vásárolni. A már klasszikusnak számító Pókember, X-Men, Superman mellett az idei év különlegességeként bemutatásra került egy nemrégiben kiadott képregény, a Stima Apelor, azaz Vízi Tündér is. A kötet első történetében Mária Szurdukán és Bencédi Anna kolozsvári alkotók egy időtlen mesevilágba repítik el az olvasókat, melyben a szerelmi szál mellett az emberek és a természet közötti konfliktusokat is igyekeznek ábrázolni. Ez a történet a közép-kelet-európai mesevilágot dolgozza fel, de nem egy ilyen hű visszaadás, nem egy hű feldolgozása ezeknek a történeteknek, hanem van benne valami egyedi, egy kicsit így a 20. század elejé történelem is benne van. A több ezer magyar és külföldi képregény mellett különböző akciófigurák, szuperhős játékok, Star Wars, Lego terepasztal, és persze a kihagyhatatlan képregény kvíz várta az érdeklődőket. A találkozó az idei évben is jó lehetőséget biztosított az új kiadványok beszerzésére, a vásárlásra és cserére, ugyanakkor az igazi dzsíkek megoszthatták egymással élményeiket és megvitathatták kérdéseiket az újabb és régebbi történetek kapcsán. Főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Kelemen Hunor kampányban elhangzott követeléseinek alátámasztásáért fontos, hogy a magyarság nagy számban vegyen részt a választáson. Igényelhető a fűtés támogatás, nem változtak a feltételek és a kérvényezés módja sem. Felújították a Ditrói Szent Anna forrást, rendezett környezet várja az odalátogatókat. A látogatóval folytatódik műsorunk, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!